ez az átlag Podemos támogató bázist, ami alapvetően ilyen fiatal dolgozókból, városi dolgozókból, vidéki dolgozókból állt össze, az így elidegenítette gyakorlatilag. Tehát erről van egy nagyon jó Jacobin cikk, aki tud angolul, annak ajánlom, meg szívesen elküldöm. Illetve a másik két negatívum gyorsan, az egyik a Vogue, ami nem annyira jelentős volt a bukásukban vagy a visszaesésükben, de közrejátszott ilyen pár megnyilvánulásukban. Igen? Két párt esetében is, hogy jól emlékszem, két párt esetében is említetted a Vogue hatását. Igen, Vogue, igen. Ez most négy párt persze, igen. De így kitekintve a többi baloldali pártoknál ez hogyan van, tehát körülbelül... Mennyiben meghatározó? Hát egyáltalán milyenek a hatások, ellenhatások? Ez változó egyébként, tehát a németeknél van ennek egy erős hatása, mondjuk azt mondom, hogy egy ilyen 40-50%-os behatása van a németeknél mindenféleképpen. Mondjuk a ilyen francia, olasz, görög, posztjugoszláv vonalon egyáltalán nem. A spanyoloknál mondjuk olyan 10%-ban van ennek egyébként behatása, de egyébként azt így elmondható, hogy a németeket, mondjuk a spanyolokon kívül, tehát a Dilinken meg a Podemoson kívül ez nem jellemző egyébként. A Razem, amiről nem tettem említést, ők ugye a DM25-ben vannak benne, ők egy lengyel új baloldali párt, körülbelül olyanok, mintha a Szikra egy politikai párt lenne. Náluk ez eléggé erősen megjelenik egyébként. Sokkal inkább, mint mondjuk a spanyoloknál. Csak így példaként. De nem, többinél nem jellemző egyébként. Akkor úgy teszem, hogy előre megy, vagy hátra? Hoz vagy víz, érted? Mert hát nyilvánvalóan víz, tehát a németeknél azért eléggé víz ez. A spanyoloknál ez csak ilyen mellékhatás, vagy melléktényező, tehát nem olyan jelentős.